Csá, szevasztok! Megérkeztél István! Cső! Kedves nézők, az a helyzet, hogy megérkeztünk közben az Infinity-nek a műhelyébe, ugyanis ma készítjük össze nektek a karácsonyi boxokat, az őrületes mennyiségű előrendelésre való tekintettel összevártuk az összes cuccot egy helyre, és 24-re most... már meg is kapja. Ja, és meghozza a... Hello. Jézuska! Szevasztok! Csákó! Hello, cuki! Csőzi! Cső! Itt az Infinity csapata már a kávégépet hergeli, nyilván mi más csinálnának. Bemutatjuk nektek a főhőst, Vince! Szedd föl a szarom a kapuba! Jó kávét kaptál is, nem? Köszönjük meg ennek a nagyszerű asszonynak. Köszönjük. Megplöplögtük. Na jó, Martin, mondjuk el, hogy mi történik most itt. Eljöttünk az Infinity csapatához, ugyanis az a helyzet, hogy elérkezett az időpont, amikor összecsomagoljuk nektek a karácsonyi dobozokat, és ezeknek a tartalma, ez már mind itt van Martinék műhelyében, úgyhogy szerintem menjünk is be. Menjünk, Martin, nézzük meg ezt. Ezt figyeljétek! Meg is érkeztünk ide a műhelybe, őrületes mennyiségű mangorizer stuff, gyakorlatilag hegyekben, halmokban áll a doboz tartalma, őrületes mennyiségű cucc, itt vannak például a szövetsapik, nagyon-nagyon menő kis termoszt kaptok, itt vannak például a karácsonyi díszek, illetve bögrék, mangorizeros bögrék, és itt van a kis meglepetés aláíró lap, ami mindenki által személyesen alá van írva, illetve maga a Christmas box, kedves gyerekek. Ezen pont fordítva van a felirat. Ezt természetesen már utána a kukába dobjuk, ezt nem küldjük el, amit az István persze. Itt a hülye DNS-ével össze izét taknyáz. Cseh. Szevasztok. Gyámics. Gyámics. Óriási. Láthatunk még itt ugye konkrétan dobozokat, ezeknek természetesen ezeknek is ti terveztétek a dizájnját, őrületesen menő, nézzétek meg, boldog karácsonyt, és ez itt az Xmas Box. István, most jól el is mondhatod nekünk, ugyanis véget ért a nyereményjátékunk, illetve az egyik nyereményjátékunk méghozzá az, hogy mutasd, hogy hogyan hallgat mangóra ezt a házi állatod, a házi kedvenced, és ezt a versenyt ugye most nem rég megnyerte valaki. Dede Victoria. Én Viki, és itt is van a kis cucca, amit most meg is tudunk mutatni, ami nem más, mint egy Martinék által, illetve az Infinity csapata által összepattintott vászonkép, rendkívül menő, és rajta látható Dede Victoria. Nem adom hozzá a nagyon fura, hogy Victoria így néz ki, nem? Hát nyilván ő a házi kedvenc, aki ezek szerint mangorize rajongó. Innen is üdvözöljük őt. Illetve itt látható még egy mangorizeos táska, ami szintén a zenekar által dedikálva van, és érkezik majd Vikihez, úgyhogy Vikinek ezúton is gratulálunk, és hogyha lesz még esetleg nyereményjátékunk, akkor ti mindenképpen vegyetek rajta részt, ugyanis érdemes játszani, lesz szemmel látható, hogy nyerni lehet. Na, srácok, én azt mondom, hogy ne húzzuk az időt, pattintsuk össze a dobozokat, benne vagytok? Yeah. Nézzük akkor! István! Yeah. Mit csinálsz? Gyere meg lájsz! Baszfűrány tetvelés, István! Na! Bám, Martin! Pattintsuk bele a szettet! Nézzük, hogy mi na. Kell! Hát itt az X-Smart Box. Nem számít. Itt egy karácsonyfadísz, szerintem ezt bátran belepattinthatjuk. Őslény, nálad mik vannak? Nálam egy bögre van! Tereszel a pendrive! Ez az. Abba a dobozban vannak a pendrive-ok, onnan adj egyet! De szerencsésnek érzi magát valaki. Ugye? Küldök a nagymama húsleveséből. Aranytestvérem, mesélj, mi történik itt? Jaj, de kellemes fogadtatás. TikTok főzte. Mire készülsz?
Dídog, ő a nagymuter, ugye? Igen, igen, Teri mama. A jó Isten áldja meg a Teri mamát, hogy ennyire Franky izéket csinál. Nézzétek meg, hogy milyen házikosztal látja el ezt a férfi embert a nagymamája. Dídog. Igen. Westside vagy Eastside? Westside. Dídog a Westside. Ennyi. Oké, okay. És akkor küldünk vele egy aláírólapot annak, aki ezt a dobozt megkapja, úgyhogy gyakorlatilag a doboz már össze is van szépen rendezve és állítva, úgyhogy pontosan... A sapka! Itt egy sapka, figyelj! Ez hova itt szépen, így alá? Mi a mondás? Szóval így néz ki egy készre pakolt doboz, benne van minden, és itt a másik oldalt már láthatjátok, ahogy Irma összepattintotta a karácsonyfa díszekhez, amit amúgy ő tervezett, ugye? Jól tudjuk, igen. Igen. És most már rajta van a gyönyörű kis szalag, úgyhogy ez is mehet a csomagba. Akkor ezt már csomagoljuk is. És küldjük! Kovácsné kis Etelkának egyházas keszőre. Figyelj, egy doboz hivatalosan is kész van, kedves gyerekek. Oda vigyázzatok. Következő box taktaharkány? Adjatok helyet, gyerekek! Adj helyet magad mellett! Mindenki pakolhat egy dobot? Nyilván a bögréket azt majd fertőtlenítsétek le. Az a helyzet, hogy a kutya is ezekből ivott a héten. Szóval tényleg azért majd mossátok el, mert hát nyilván azért emberi kezek gyártották az összes itt lévő terméket, és ráadásul, hogyha ilyet szeretnétek, akkor bátran kereshetitek az Infinity csapatát, ugyanis, mint láthatjátok, gyakorlatilag végtelen számú és típusú dolgot tudnak legyártani. Én már pattintom is ebbe bele a pendit. Ez is megvan már tovább. Második doboz. One eternity later. Akkor kérem szépen, a 70. doboz is elkészült. Nagyon laza. Szépen haladunk. Hölgyeim és uraim, a 70. doboz. Na hát az van, hogy vármegyei jelentőségű dobozcsomagolás zajlott itt az elmúlt órákban, és most meg is vagyunk, úgy tűnik, a csomagok nagy részével, már tényleg csak a lezáró műveletek vannak hátra, és hát az van, hogy ezek tényleg limitált szériás cuccok, szóval már nincsen belőlük olyan nagyon-nagyon túl sok, viszont hogyha van kedvetek és szeretnétek ilyen dobozhoz jutni, akkor én azt javaslom, hogy még most adjatok le rendelést, ugyanis még van lehetőségünk egy párat hozzácsapni, és hát nagyon reméljük, hogy odaér még a karácsonyfa alá. Úgyhogy Istvánnal búcsúzunk is innen a csomagoló üzemből, szevasztok, kedves mangókák, találkozunk egy következő epizódban, és hát, és találkozunk a következőben. Ciao.